pályázat, két felnőtt és egy gyermekorvosi nyíregyházi praxis közösség is támogatást nyert. Mentortábor. Több mint 200 megyei diák részvételével elkezdődött a Tanítsunk Magyarországért program háromnapos tábora. Szirénák. Három napon keresztül ad próbajelzést Nyíregyháza 28 veszélyjelző szirénája. Nyolcvanegy praxis közösség nyert támogatást idén a három generációval az egészségért pályázaton, ebből három Nyíregyházán. A Költség Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az 5,4 milliárd forintos visszanemtérítendő forrásból átlagosan 67 millió forintot kaptak a praxis közösségek. A pályázatnak köszönhetően már 130 ilyen működik Magyarországon. Ezek összesen 1,2 millió embert érnek el az alapellátásban. A praxis közösségek célja a prevenció, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, a rizikófaktorok felmérése, a lakosság egészségtudatosságának erősítése, az onkológiai szűréseken való részvétel növelése, valamint a gyerekek egészséges életre nevelése, de fontosnak tartják a szív- és érrendszeri szűrővizsgálatokat is a 40 és 65 éves korcsoportban. A 81 nyertes praxis közösségben 465 házi orvos dolgozik, a pályázaton Nyíregyháza is jól szerepelt, három közösség is kapott az összesen 5,4 milliárd forintos forrásból. Ezt a hagyományos éves praxis találkozón is kiemelték a szakemberek, valamint a tervekről is beszámoltak. A hagyományos egy praxis rendszerű, egy orvos, egy praxis rendszerű betegellátás megváltozzon, és egy úgynevezett praxis közösségekben gondolkodik, ami azt jelenti, hogy a kompetenciát, tehát hogy mennyit tud elvégezni az a közösség, kiterjeszti. És több orvos, több igényes műszer tud beszerezni, esetleg az anyagi eszközök alkalmat kínálnak arra, hogy olyan szakorvosokat vegyenek igénybe, amit úgy egyébként egy-egy praxis nem tud. Tehát mindenképpen egy magasabb színvonalú betegellátást, és így alakultak ezek, mert a pályázat kiíró praxis közösségeket szeretett volna, minimum 5, de nagyobb praxis közösségek is alakulhattak, például a miénk, ami gyermek túlsúlyú, 10 orvosból áll, összesen 35 fő, aki együtt dolgozik egy évbe. És ezeknek az együttes munkájának az eredményeként ezt nagyon szeretnénk, és bízunk abban, meg most is minden nap azon vagyunk, hogy ez látszon is az emberek egészségi állapotán. A kompetencia kiszélesítésével a betegek több szolgáltatást kapnak az alapellátásban, mivel ezentúl forrás és eszköz is rendelkezésre áll, tette hozzá dr. Újhelyi János. Valamint a páciensek könnyebben juthatnak olyan szakorvosi segítséghez, amire korábban akár hónapokat is várniuk kellett. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a betegség megelőzésre történő felvilágosító, egészségnevelő munka minél hatékonyabb legyen, és ebbe veszünk igénybe társszerveket, akik szintén ebben érdekeltek, mint például a kórháznak az egészségnevelés osztálya. Nyíregyházán két felnőtt és egy gyermek praxis közösség működik. A megyeszékhelyen az elmúlt időszakban 9 orvosi rendelőt újítottak fel. A közeljövőben egy újat alakítanak ki a Fenyő utcán, a Csillag utcán pedig 4 új rendelőt és védőnői szolgálatot hoznak létre. 2020 végéig több mint 2 milliárd forint áll a kormány rendelkezésére, hogy megvalósítsa a Tanítsunk Magyarországért programot. A mentorprogram célja, hogy megmutassák a továbbtanulás és a munka lehetőségeket a városoktól távolabb élő gyerekeknek. 4 megyében, 60 településen több mint 300 mentorral és 1200 kisdiákkal indult el a program. A lehetőség a Nyíregyházi Egyetem hallgatói között is népszerű volt, innen 45 mentor csatlakozott a programhoz. A hétfőn indult háromnapos nyári felkészítő tábor az utolsó lépcsőfok, hogy az egyetemi hallgatók mentorrá válhassanak a Tanítsunk Magyarországért programban. Itt lehetőségük van megismerkedni leendő mentorátjaikkal játékos feladatok teljesítése közben. 2020 végéig tart a program, amelyre a kormány 2,2 milliárd forintot szánt. Ez először a hátrányosabb településeken valósulhat meg.
nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző ez a helyzet, Borsod-Zemplénben, Hajdú-Bihar megyében, Baranyában, de az ország más pontjain is vannak olyan települések, amelyek távolabb esnek a megyeszékhelyektől vagy a fővárostól. Első körben négy megyében, akkor az előbb említett négy megyében indul el a Tanítsunk Magyarországért program, több mint 300 mentorral és több mint 1200 mentorált kisdiákkal. Több mint 50 településen indulunk, 50 településen szerettünk volna legalább elindulni 2019. szeptemberében a tanévkezdettel. Most úgy néz ki, hogy 58 településen el tudunk indulni, ami jó, mert azt jelzi, hogy az egyetemi hallgatók, akik a mentorok lesznek, ők is megértették az üzenetet. Ők 12-13 éves, vagyis 7.-8. osztályos általános iskolásokkal fognak találkozni, és segítenek nekik a pályaválasztásban, vagy felfedezni a bennük rejlő tehetséget. Egyetemünkről több mint 100-an jelentkeztek erre a programra, tehát mondhatom, hogy tulajdonképpen népszerű a diákok, illetve a hallgatóink körében, és kifejezetten örülünk annak, hogy nem csak a pedagógus képzés területéről jelentkeztek ilyen mentorok, mentorjelöltek, hanem szinte minden képzési területről megfordulnak itt ebben a programban. Itt tehát különböző példákat tudnak majd felmutatni, különböző motivációkat tudnak megmutatni azoknak a kisdiákoknak, akiket majd mentorálni fognak a jövőben. A hallgatók egy fórumon vehettek részt az idei tanév elején, ahol a legfontosabb információkat kapták meg a mentorprogramról. Az egyik különlegessége az volt, hogy nem csak tanárszakos hallgatók jelentkezhetnek mentornak. Többen barátokkal elmentünk erre a fórumra, ott nagyon tetszett a tájékoztató, miszerint 7-es gyerekekkel kellene nekünk foglalkoznunk, mentorálni, útba igazítani, segíteni nekik a mindennapokban. Megvolt ez a fórum, utána következett egy tárgyfelvétel ebben az előző fél évünkben, amelynek a teljesítése szükséges ahhoz, hogy mi mentor lehessünk. Ezeken az órákon nagyon sokat tréningeztünk, érzékenyítő tréningeken vettünk részt, mert ugyebár hátrányos helyzetű gyerekekhez leszünk mi beosztva. Ugye nekik kell majd megmutatnunk, hogy milyen is lehet a világ, hogyha esetleg arra szeretnék majd adni a fejüket, hogy tovább tanulnak, mennyire kinyílhat nekik a lehetőségek tárháza. Szóval nagyon érdekes és színes program. A kurzust számos hallgató sikeresen teljesítette, közülük 45-en váltak mentorra, majdnem ugyanennyien pedig mentorsegédek lettek. Ők 11 megyei iskola 150 kisdiákjával fognak együtt dolgozni a következő tanévben. Három nap alatt 28 sziréna üzempróbáját végzik el Nyíregyházán, a város különböző pontjain 24 darab villanymotoros és 4 központi nagy szirénát működtet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vészjelzők nagy része már közel 50 éve üzemel a megyeszékhelyen, de élesben még egyszer sem kellett őket használni. Erre az éles zajra lehettek figyelmesek a nyíregyháziak kedreggel 9 órakor. A nyíregyházi katasztrófavédelmi kirendeltség a szirénák üzemi próbáját végezte a délelőtt folyamán. Hasonlóra kell még számítani szerda és csütörtök reggel is, szintén 9 órakor. A jelzéseket csak ellenőrzés keretében adták le, semmilyen veszélybe következtét nem jelzik, így a lakosság részéről semmiféle teendő nem szükséges. Ha konkrét vészhelyzet lenne, akkor másfajta jelzést lehetne a szirénákon keresztül hallani. Más a katasztrófa riadó jelzés és az elmúlt jelzés. A katasztrófa riadó jelzés az 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang, míg a veszély elmúlt jelzés, az pedig, ami szintén most fog hallani majd a lakosság, az 30 másodperc sziréna, utána 30 másodperc szünet, és újból 30 másodpercig folyamatos szirénahang, és ez az elmúlt riadójelzés. Valós veszélynek számít például, ha egy veszélyes ipari üzemben bekövetkezett baleset során mérgező anyag kerül a levegőbe. Erről rögtön tájékoztatná a lakosságot a katasztrófavédelmi igazgatóság a hangos bemondókon keresztül. Itt az üzem környezetében élőknek elsősorban az a feladata, hogy a szabad területről zárt területre menjenek,
Tehát ilyenkor zárják be a nyilászárókat, az ablakokat, a szellőző rendszereket kapcsolják ki, és kísérik figyelemmel a médiát, a hírközlő eszközöket, hiszen ezeken keresztül fognak további tájékoztatást kapni a következő teendőkről. Itt a térképen is látszik, hogy a Toldi utcán, a Fazekas János téren, az Ungvár sétányon és a Kossuth téren működik a négy nagy, központi sziréna a városban. Ezeket körülbelül 15 éve használják. Az ehhez hasonló, vasbeton oszlopok tetején található villanymotoros szirénákból pedig 24 darab van a városban. Ezeket 1970 és 1975 között telepítették. Annak érdekében, hogy mind a 28 szirénát kipróbálják, 3 napig tart a próba. Bár a vészjelző közel 50 éve működnek a városban, eddig szerencsére még egyszer sem kellett élesben használni azokat. Emelkedésbe megy át a hetek óta tartó árcsökkenés a benzinkutakon. Az amerikai-iráni konfliktus hatására szerdától a benzin és a gázolaj is drágul, előbbi bruttó 3, míg utóbbi 5 forinttal literenként. A 95-ös átlagára ezzel 378 forintra ugrik, a dízelé pedig 391 forintra nő. Természetesen továbbra is igaz, hogy a töltőállomások között akár 50 forintos különbség is előfordulhat, ezért érdemes figyelmesen megválasztani a tankolás helyét. Több mint 140 szemléletformálást célzó programot valósított meg a Hieroteosz Egyesület az elmúlt években. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatának köszönhetően pedig nagy hangsúlyt tudnak fektetni a tehetséggondozásra is. Ez azért is fontos, mert megyénk számos területen bővelkedik tehetséges fiatalokban, ezek közül pedig a művészeti ágak a legkiemelkedőbbek. A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei család esélyteremtő és önkéntes házat a Hieroteosz Egyesület működteti 2018. szeptember 1-től. Feladata a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal szemben fennálló előítéletek csökkentése. Ennek érdekében szemléletformáló programokat valósítanak meg. Így került kapcsolatba az Egyesület a Nemzeti Tehetségprogrammal, amelynek segítségével a tehetséggondozásra tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni. Arra próbáltuk ráirányítani a különböző módszerekkel a figyelmet, hogy mindenki számára, aki ebben az úrban a tehetséges gyermeket kíséri, a legfontosabb a gyermeknek a fejlődése. És az, hogy azt a tehetséget, ami benne van, azt a legjobban, a legszabadabban és a személyiségét előrevívő, jó irányba formáló módon tudja kibontakoztatni. Itt a sakkfoglalkoztatásokon keresztül a drámai színjátszó foglalatosságokon, a szülőket érzékenyítő programokon keresztül, a nagy rendezvényekig nagyon sokfajta rendezvény volt, összesen 143 rendezvény valósult meg a program keretében. Ezeken több mint 1700 gyermek és 1200 szülő vett részt. A projekt rendezvényeinek 4 fő megvalósítási helyszíne van, Mária Pócs, Máté Szalka, Kisvárda és Nyíregyháza. Ezek a települések nem csak az egyházak számára kulcspontok, hanem a tehetséges gyerekek számára is. Hiszen Szabolcs-Szentmár-Bereg megye legkisebb településein is tucat számra lehet találni ilyen fiatalokat, hangzott el a megyeházán. Én azt mondanám, hogy a művészeti területen azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országosan is kiemelkedő tehetséges gyermek létszámmal rendelkezünk, hogyha ez a mondat talán egy kicsit csúnyának hangzik is, de valóban a művészeti terület az, ahol bővelkedünk tehetséges gyerekekben is. Tényleg, hogyha a legkisebb településre is ellátogatunk, akkor akármilyen rendezvény, akkor rögtön leesik az ember áll, hogy egy iskolai rendezvényen azt látja, hogy valaki felmegy, és valóban szinte a semmiből mégis ott van a tehetség, és hát nekünk ez a feladatunk, hogy ezt ápoljuk és gondozzuk. A Nemzeti Tehetségprogram támogatási időszaka a Hieroteosz Egyesület számára 2018. július 1-től 2019. június 30-áig tart. Ebben az időszakban a partneriskolák számos rendezvényt tartottak, amelyeket egy kiadvány formájában összegeztek. Évente mintegy 300 ezer diák vállal munkát az országban, körülbelül 180 ezeren iskolaszövetkezeten keresztül, és közülük mintegy 60 ezeren dolgoznak nyáron. Erről a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára beszélt az állami médiában. A minimálbér alapján bruttó 857 forint, a garantált bérminimum esetében bruttó 1121 forint az órabér. Majzik Nándor hozzátette, ha a diák iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát, akkor csak a 15
5%-os személyi jövedelemadót kell megfizetnie a jövedelme után. A tényleges órabérek azonban átlagosan bruttó 1100 és 1300 forint körül alakulnak, hiszen a cégek a diák munkásokért is versenyeznek. A speciális, például valamilyen nyelvtudás követelő munkák esetében pedig akár bruttó 2000 forint is lehet az órabér, és ehhez hozzájönnek a pótlékok, például hétvégi munkáknál. Hazaérkeztek a törökországi edzőtáborból a nyíregyházi úszók. Sok pihenőt nem kaptak a versenyzők, mivel szerdától már a Budapest bajnokságon állnak rajtkőre. A jövő héten hadházi Dóra a kazanyi ifjúsági Európa bajnokságon, Szurovcsák Ivet pedig a nápolyi Univerziádén képviseli majd a magyar színeket. Belek neve ismerős lehet a sportbarátok számára, mivel a téli időszakban sok magyar futballcsapat utazik edzőtáborozni Törökországba. Az elmúlt héten nyíregyházi úszók készültek a tengerparti városban, köszönhetően annak a támogatásnak, amelyet a nyíregyházi sportcentrum kapott a szakosztály teljesítményének köszönhetően. Urbin Tamás és Gyula Sándor vezetésével 8 fiatal ismerkedhetett meg a napi 3 edzés okozta izomlázzal. Két edzővel voltunk kint, tehát megosztottuk a társaságot, a kisebbek és a nagyobbak külön edzésprogramot úsztak, viszont én azt mondom, hogy a napi 3 edzés az nagyon szigorúan megvolt, 10 pályás 50 méteres medencébe tudtunk úszni, szinte korlátlan lehetőségekkel, illetve nagyon jó konditerem használattal, délben kondi edzés volt, tehát 3 edzésre készültünk naponta. A körülmények, amik itt adottak voltak, itt szinte azt mondtam, Magyarországon alig-alig van ilyen lehetőség, a másik az, hogy egy nagyon jó csapatépítő lehetőség is volt, több gyerek és több kis pajtás, aki először ült repülőn, megtapasztalhat a repülési élményet, illetve hát a szabad programon, mert nem csak edzésről szólt ez az edzőtábor, volt lehetőség egy kis bazározásra és tengerpart látogatásra is. A hazaérkezés után nem sokat pihenhettek a nyíregyházi úszók, ugyanis szerdán kezdődik a fővárosban a szombaton záruló Budapest bajnokság. A legnagyobbak közül 9 versenyző fog indulni, ugye 5 fiút és 4 lányt neveztünk. Minden váltószámban, illetve egyéni számban, amit szóba jöhetett, el fogunk indulni. Ez a verseny, ez a Budapest Open, ez egy nyílt verseny, ez az utolsó szintúszó verseny a nemzetközi versenyekre. Én azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó felkészülés, hiszen jövő héttől megmegyenek a nemzetközi szintű versenyek. A nyíregyházi úszók közül Hadházi Dóra a július 3-án kezdődő kazanyi ifjúsági Európa-bajnokságon 50, 100 és 200 pillangón, valamint 4 váltószámban áll rajthoz. Gyula Sándor tanítványának már van egy EB bronzérme, és a remények szerint Oroszországból is éremmel tér majd haza a fiatal úszónő. Szurovcsák Ivet szerdán Budapesten teszi ide az esőt a nápolyi Univerziádéra utazó sportolók társaságában. Urvin Tamás tanítványa a 10 versenyzőt számláló magyar úszócsapat tagjaként az 50 és a 100 méteres mellúszásban indul Olaszországban, ahol a döntőbe jutás a célja. 11 csoport 33 dobogón végzett csapatának képviselői, valamint a gólkirályok és a legjobb kapusok vehették át az őket megillető serlegeket a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság díjátadó ünnepségén. A sorozatban 117 csapat, 4800 igazolt játékos a lép pályára hétről hétre a városi stadionban. Hetedik alkalommal tartották a Városháza dísztermében a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság díjátadó ünnepségét. A sorozat már több mint fél évszázados múltra tekint vissza, mivel az elmúlt szezon már az 52. volt a sorban. A városi stadion 6 kispályáján 8 különböző erősségű, valamint 3 Old Boys csoport csapatai játszanak a mesnapokon augusztus közepétől június végéig. Több mint 2000 mérkőzést játszottunk le, ebbe természetesen benne vannak a terembajnoki mérkőzések és a strandfoci is. Hatalmas küzdelmek voltak a bajnokságban, 11 csoportban zajlottak a küzdelmek, 117 csapattal, és hát a bajnokság színvonalát jelzi az, hogy utolsó pillanatig, még az utolsó fordulóban is 4-5 csapat esélyes volt, akár a bajnoki címre, vagy éppen a dobogóra, és ez azt jelzi, hogy kitűnőek voltak a mérkőzések, a küzdelmek nagyok voltak, sportszerűen játszottak a csapatok, valamit romlott azért a fegyelem, de azért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát, hiszen egy szabadidősport rendezvény, Magyarország egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye szervezett körülmények között. Én bízom benne, hogy így lesz ez a jövőt illetően. Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy igyekeznek tovább javítani a városi stadionban a kispályás foci infrastruktúrális feltételeit. 117 csapat vett részt az elmúlt bajnokságban, 4800 játékossal,
jól mentek a meccsek, körülmények ugye most már évek óta jók, de mindig jönnek ötletek. Tavaly a szemetes szerencéket szereltük fel, most jelezték nekem, hogy ha kispadokat tudnánk a pályák mellé, az milyen jó lenne az öltözéshez. Természetesen azon vagyunk, hogy a legjobb körülményeket biztosítsuk, hiszen Magyarországon vidéken a legnagyobb létszámú kispályás foci bajnokság folyik Nyíregyházán. A következő szezon augusztus 12-én rajtol. Addig is pályára léphetnek azonban a kispályás csapatok, ugyanis július 18-a és 21-e között rendezik meg Sóstón a hagyományos strandfoci bajnokságot. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 81 praxis közösség nyert támogatást idén a három generációval az egészségért pályázaton, ebből három Nyíregyházán. Az 5,4 milliárd forintos visszanemtérítendő forrásból átlagosan 67 millió forintot kaptak a praxis közösségek. Ezek kiemelt célja a prevenció, a szűrések és az egészségtudatosság erősítése. A pályázatnak köszönhetően már 130 praxis közösség működik Magyarországon. Ezek összesen 1,2 millió embert érnek el az alapellátásban. 2020 végéig több mint 2 milliárd forint áll a kormány rendelkezésére, hogy megvalósítsa a Tanítsunk Magyarországért programot. A mentorprogram célja, hogy megmutassák a továbbtanulás és a munka lehetőségeket a városoktól távolabb élő gyerekeknek. 4 megyében, 60 településen több mint 300 mentorral és 1200 kisdiákkal indult el a program. A lehetőség a Nyíregyházi Egyetem hallgatói között is népszerű volt, innen 45 mentor csatlakozott a programhoz. 24 darab villanymotoros és 4 központi nagy szirénát működtek Nyíregyháza különböző pontjain a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A vészjelzők nagy része már közel 50 éve működik a városban, de élesben még egyszer sem kellett őket használni. 3 nap alatt ezeknek a próbáját végzi reggelente a katasztrófavédelem ezen a héten. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 25-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat pedig addig is internetes oldalokon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Szerda reggelig többnyire derült idő várható, esni nem fog. Az északkeleti, majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Fronthatás nincs, de a hőség tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fennáll a hőgúta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra. Napközben többnyire derült, napos idő várható. Esőre is jelentős szélre sem kell készülnünk. A legmelegebb órákban 34 fok környékére melegszik a levegő. Csütörtökön még kánikula várható, annak ellenére, hogy napközben átvonul felettünk egy hideg front. Ennek hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok kísérik vonulását. A hétvégére több fokkal visszaesik ugyan a csúcshőmérséklet, de még így is kellemesen meleg, nyári idő várható több órás napsütéssel.